Apasztják a veselényító vízszintjét ezeken a felvételeken, hogy a part egyes szakaszait megerősítsék és új horgászhelyeket létesítsenek. A Kárpát-utcai befolyónál új úszadékfogórácsot helyeznek el. Idén január 1-től új bérlője van a veselényítónak, ifjabb Misinkó Géza János úr, akivel hosszas megbeszélés alapján meghatároztuk, hogy mik lehetnek a fejlesztési vonalak ebben az évben. A terület új bérlője több olyan fejlesztésre készül, melyek komfortosabbá teszik a tavat nem csak a horgászok, hanem a pihenni, kikapcsolódni vágyók számára is. Kónya István elmondta, a környéken élők számára fontos a veselényító állapota, ezért azon dolgoznak, hogy érdemes legyen kijárni ide. Nagyon fontos nekem is képviselőként, és természetesen az itt lakóknak is, hogy ez a része ez ugyanolyan természeti értéket képviseljen, mint korábban mondjuk az elmúlt 10 évben, amikor korábbi bérlő volt, hiszen nagyon sokan járnak ide pihenni, piknikelni, kutyákat sétáltatnak, és ez a körzetnek gyakorlatilag a tüdeje, ez a hatalmas a terület tele fákkal, és mindannyiunknak az az érdek, hogy ezt a természeti értéket megóvjuk, és természetesen fejlesszük. Most idén ez nagy erőkkel össze fog jönni, új filagóriák lesznek telepítve, új szalonasütők, mind a lakótelep felüli oldalon, mind pedig itt a Postaleki út felüli oldalon, ahol vagyunk, és számtalan program. Májusban családi pikniket tartanak a tónál, rendeznek főzőversenyt és kutyás bemutatót. Ezekkel a programokkal is szeretnék megerősíteni a tó környékének a közösségi életben betöltött szerepét.